megszerettem a csöndet, meg a nyugalmat itt annak idején. Azt éreztem, hogy itt kisimul az idő, kitágul az idő, a tér is van, nem egymáshoz közel laknak az emberek, hanem mindenkinek megvan a maga kis birtoka, és ez szabadon lehet venni a levegőt, tehát ez mindenképpen jó volt, és ez elvarázsolt. Úgyhogy ennek annak idején ez ilyen menekülő helyként, vagy ilyen elvonuló helyként működött bennem, aztán a helyi közéletbe úgymond beleolvadtam, vagy bele sodródtam, amit egyáltalán nem bántam természetesen, vagy biztos vonzott is az a kihívás is. Ennek egyik helyszíne éppen most itt ez a fennsík, a Magyar Föld Faluért Alapítvány kezelésében lévő pajta, ahol most forgatunk, és hát a Fatemplom, ami adja ezt a Fatemplom Fesztivál ünnepet, vagy ennek a helyszíneit pontosabban. 2010-ben készült el a Fatemplom. A fesztiválnak igazából nem én vagyok az ötletadója, ezt Grillus Dánielék találták ki, vagy ő mikor dolgoztunk együtt egy műsoron, akkor ő mondta, hogy hát itt annyira jó ez a hely, hogy ez lehetne egy fesztivált szervezni, és adódott a lehetőség, hiszen minden évben ez terve volt véve, hogy megünnepeljük a templom évfordulóját, a megszületésének az évfordulóját, és akkor az is így már akkor adódott, hogy e köré nem csak egy egynapos rendezvényt szervezünk, hanem akkor egy fesztivált. Ez tavaly volt először, most van második alkalommal. Most ezekben a percekben 3 éves magyarföldi ökumenikus kápolna egy különös, jellegzetes üzenet a mai világban. Egyrészt az erdő és a természet a fán keresztül üzen a hitnek, és a hit visszaüzen az Úristennek, hogy fogadja a természetnek a kegyelmét is egy vele. Az én 34 mozaim kompozícióm közül ez a kompozíció áll legközelebb ehhez a gondolathoz, hiszen a hitnek is, meg a művészetnek is az időtlenségét próbálja sugallni. Semmi divatos, semmi mai, semmi pillanatszerű nincs benne. A kerete egy Erdélyből, a Körös Feketetói Vásárról, egy cigány eladótól vettem roncs állapotba a keretét, egy 1909-es keret, tehát most 104 éves. Ezt én újra faragtam, a hiányzó részleteit, egy nagyon finom mattaranyjal bearanyoztam, hogy magába foglaljon egy nagyon szép ládából kivett faragásokat, aminek a négyzetté való szétvágásából önmagától egy kereszt képződött. És ezt a keresztformát hosszabbítottam le, és próbáltam a magyar címernek a kontúrját, az első impresszóját visszahozni, anélkül, hogy ebbe bármiféle nemzeti jellegzetesség vagy a magyar címerre való utalás történt. Aztán egy nagyon jó pillanatban, amikor megláttam a templomnak a fotóját, a külső-belső fotóit, az volt az érzésem, hogy ezt az Isten zsidó teremtette. És azonnal felajánlottam, hogyha a templom fogadja, akkor fogadja ezt a kompozíciót, és indítsa meg a magyar képzőművészekbe, iparművészekbe azt a szándékot, hogyha valaki valami dolgot szintén ide szánna, vagy rokonnak érezni ezt a teret, akkor egyszer majd ajánlja fel, hozza el, és ez a templom egy kicsit a kortárs magyar művészetnek a kiállító tere is legyen, annélkül, hogy abban bármilyen profán, vagy a hitéletet valamilyen módon tagadó, vagy azt túlhangsúlyozó karaktert vállalná magába. Mert nagyon sokszor megkérdezték tőlem, hogy ez hogy jött, és nem tudok az ötlet beszámolni, inkább, hogyha visszapörgetem a emlékeimet, akkor sok dologból levezethető, nyilván abból, hogy én ide kerültem, itt megéreztem, hogyha valamit tesz az ember egy ilyen belátható, befogható közösségben, átlátható közösségben, akkor az annak látható eredménye van, és ez szintén befolyásolt abban, illetve hozzásegített ahhoz, hogy én itt tudtam maradni, mert értelmét láttam a közösségi munkának. És a templom megszületése, inkább most már csak úgy tudom megfogalmazni visszamenőleg, hogy az egy ajándék, vagy egy sugallat volt, hogy itt ezen a helyen legyen egy
egy szakrális épület is. Az nagy dolog valóban, hogy micsoda összefogás volt, de nem csak helyi szinten, hanem országosan. Országosan nagyon sok segítséget kaptunk, nagyon sok embertől kaptunk segítséget pénzben, munkában, tehát így tudott létrejönni ez a nagy beruházás. De a templom áll, a templom működik, és nem csak fesztiváloknak ad otthont, hanem én azt úgy érzem, hogy beteljesíti a szakrális küldetését is ez a templom, és egyre inkább, hiszen rendszeresen vannak istentiszteletek, misék, lévén ökumenikus templomról van szó, és hát vannak esküvők, vannak keresztelők, nagyon sokan ide látogatnak, akkor összekapcsolják egy félnapos rendezvénnyel, akár itt a Pajtában. Tehát ez a része nagyon-nagyon jól működik, és egyre inkább jól működik. És ha a fesztiválnak lehet hozadéka, úgymond, bár ez nem ezzel a szándékkal szerveződött a fesztivál, akkor éppen az, hogy sokan ellátogatnak a fesztivál miatt ide, akik egyébként nem jönnének el, és ez majd visszahat arra, hogy esetleg akkor éppen itt akarja tartani valaki az esküvőjét a későbbiekben.